Na, sziasztok! Zsömi vagyok. És igen, jól látjátok. Nem clickbait cím. Ez tényleg egy Pokémon Go mod GTA 5-höz. Igen, láttam róla infókat pár napja. Csak azt írták, hogy itt egy halott Pokémon. Azt írták, hogy még elég kezdetleges. Most, hogy ránéztem, láttam, hogy 1.1-es verzió van belőle. Úgyhogy nézzük meg. Na most, amit tudni kell a modról, legalábbis amit eddig láttam belőle, az annyi, hogy minden tud, amit a Pokémon Go játék. Pokémonot kell gyűjtetni, inkubátor, stb. Ugye nem a telefonnál, hogy itt a magában a játék világába. És hát elég érdekes. De nem is húzom a szót, gyerekek. Ja, még egy információ. Én azt hiszem kettő, ugye van ez a Pokémon Go mod, akkor van külön kell hozzá Pokéball, a labda mod, plusz a srácnak a felső ruhája, plusz van egy baseball sakka, de én azt nem raktam be. Szóval így áll össze ez, amit most láttok. Három mod, leírásban ott lesznek hozzá linkek, berakására nem térnék ki, Open 4V programmal kell ugye ezeket csinálni, de nem olyan egyszerű mutatvány. Egyszer, valamikor majd csinálok róla videót. Na szóval, itt van egy Pokéstop. Aki játszik a játék, azt tudja mi. Itt kaptunk most 4 Pokélabdát. Látjátok, ott van a kezembe. Kicsit bugos a fényeffekt rajta. Tehát ezek a modok már csak ilyenek. No, mit akartam mondani? Ja, igen. Szóval Open 4-re kell berakni, de nem olyan egyszerű másolgatni Open-ra. Egyszer majd, ha úgy lesz időn kedvem, csinálok egy ilyen videót, hogy hogy kell modokat berakni. De az a baj, annyira specifikus minden modnak a berakása, hogy egyetlen egy videó nem fedné le. Tehát azért nem is erőltettem eddig. Na, de vissza a Pokémon Go-ra. Szóval van 4 labdám most. És akkor keressünk valami Pokémont. Nagyon úgy mehetünk egyébként járművel, mint a való életben. Aztán látunk valami Pokémon, majd akkor megállunk. Ugye Szingapúrban vagyunk, így a szingapúres dolgok működnek. De egyelőre Pokémon nem látok. Sehol. De majd lesznek. Remélhetőleg. Megyünk egy pokes, másik pokes szokhoz. Hát volt valami, nem? Ott van egy. Ez az. Méghozzá egy Charmander, ha jól tudom. De most az éppen ott elment. Nem menekül, Szöcsi. Hülye vagy? Mennyi? Nem bántalak. És akkor úgy kapjuk el, hogy így várja, beálltok belső nézetbe. Mert úgy az igazi. Célkereszt, jobb egérkat. És neki dobjuk a labdát. És írja is bal oldalt, hogy elkaptuk, milyen kis effekt hozzá. A labda ugye ott marad, de nem ez a lényeg. Megnyomjuk az F5-öt. Itt van a játék menüje. Írja, hogy 2 labdánk van. Ott vannak a tojások, inkubátor. És itt, ha megyünk balra, itt van ez a Pokémon. Ez a Charmander. Ha Entert nyomunk, akkor elvileg kirakjuk, és ha minden igaz, ha F5-öt megint megnyomjuk, akkor ő szépen jön utánunk. És nem tudom, hány Pokémon tud utánunk jönni, de szerintem csak egy. Biztos, hogy jön utánunk? Fú, mennyi lett most hirtelen. Ezt is elkapjuk. Hát az most nem jött be. Elfogyott a labda.
Az valami élet. Ja, most lehet, hogy itt kint van velem ez, így nem lehet befogni. Na mindegy, üljünk fel a motorra. Szerintem Pokémon is felül. Igen, csak ugye bugos, szegény, de lehet vinni, ha akarjuk. Kicsit bugos, de gondolom ezt majd újabb verziókba javítani fogják. Tök jó, egy Pokémon-nal utazunk. No, de vissza is lehet a labdába rakni az F8-es gombbal, és akkor így nem zavarít senkit. No, ott van egy másik Pokémon, de ugye nincs most labdánk. Az a baj, annyira nem ismerem a Pokémonokat. Most elmegyünk egy Pokéstopba labdáért. Elég sűrűn vannak egyébként. Itt egy Pikachu. Mondom, az NPC-ket cserétek, amivel beszélnek. Pikachu, pedig az kellett volna. Pikachu, csú, Pikachu. Itt van egy Pokéstop. Ez is. Igen, ezen is még dolgoznak az árnyék, minden. 50 XP, 2 tojás, 2 pokeball. Hát ez nem sok. Elmegyünk még egyhez, szerintem. Itt is van egy Pokémon. Hát nehogy már ne fogjuk meg. Valami nem szedi be. De miért? Ahol ide a kapcsol, szóval nem lehet mindegyiket. Mi a fene? Ezt kell, hogy nem lehet visszavenni egyébként. Amit a labdát. Mindig megyünk egy másik szobba. Közben a szintünk növekszik egyébként. Erre is van Pokéstop. Szóval gyerekek, aki GTA-ba akar pokémonozni, megvan rá a lehetőség. El lehet ütni? El. Jó, hát ha Pokémon-t elütjük, akkor el van ütve. Szóval lehet Pokémon gyilkolni. Közben annyit csinálok, srácok, hogy az időt egy kicsit extra szamira rakjuk, meg visszatekerjük az órát. Hold backward. Legyen szép világos. Így. Menjünk oda az a másik Pokéstophoz. Pokémont valászok GTA-ba. Sose ittem volna. Komolyan. Zseniális. Közben van folyamatosan save, ahogy látom. Az a kérdés, hogy hány Pokémon van? 85-t olvastam, de hát az olyan hihetetlennek tűnik nekem. 85 féle Pokémon. Collected 10K2 egy Pokéball. Nem nagyon erőltetik a Pokéballt. Valamiért nem oké a dolog. Most. Nem tudom, valamit nem állítottam el, hogy... Na, most bevette. Akkor nem mindegyiket fogja meg, gyerekek. Az konkrét. Jó, ott van egy kutya Pokémon. Itt van még egy stop valahol, szóval a stopokhoz el kell menni főszeregetni. Mindenképpen, hogy legyen labdán. Itt lakunk, lol. Két Pokéball. És akkor hogy áll a... Tudszunk. Csak 0,8-ot mentünk ki, és utána fog. Pokédex Collection 21, Pokémon Andulance 25%, Pokéball Strong, Eggcatcher, Pokémon Evolved, Pokéstop Visitor, minden info itt van, hogy kell. 4 labda, csak ugye be lehet őket, hogyha akarjuk követtetni. No, én meg egy itt lebögek. Elfogjunk egy ilyen kocsát is. Hát, ha? Aha. Azt is megfogtam. Nagyon jó. Balbasszaul.
Slidak, a idegbeteg kacsa. Itt löbög egy, hoppá, halott. És azon gondolkodok, itt csak ugyanolyanok vannak, hogy el kéne repülni valami más helyre, vagyis hát tudunk teleportálni is. F4. Teleport. Itt van Airport Field. Jó. És akkor nézzük meg, hogy itt milyen pokémonok vannak. Egyelőre úgy nézem, hogy ugyanolyanok. Á, nem, itt van egy ilyen kavics, de ezt nem lehet. Miért nem engedi? Most sikerült. Úgy látszik forrandom. Megint nincs labdám, az a baj. Gyerekek, ezzel tök el lehet szórakozni, most nem azért. Nézzük meg valahol máshol. Player teleport. Chilliarden, milyen pokémonok vannak. Itt is van Pokestop. Minden, azt hiszem, pokémon, hallod? Na, boom. Legalább lesz egy labdánk, most ide fölmegyünk. Biztos megvannak a helyek. Ott van a Mewtwo, bazd meg. Yes, és Maris. Hát csak ez nincs megcsinálva. Elfogtam. Mewtwo. Ez ritka lehet. Vagy nem. Nézzük meg. Itt van Mewtwo. Vagy Mewtwo, vagy milyen neve. Azt a... S7 is akkor jön velem. Ja, csak nincs megcsinálva még a modell rendesen. LOL. Az konkrét. Akkor a helyek változtatásával mindenhol másfajta Pokémon van ezek szerint. Az konkrét. Ja, csak ez még nem olyan jó a módja, hogy mi ez. F-mi lesz vissza a helyedre, haver. Azon gondolkodok, hogy hova nézünk még el. Nem biztos, hogy lesz más. Megnézzük a térképet. Csillában volt a Mewtwo. Mewtwo. Nézd meg itt a sivatag környékén. Megjelöljük, és akkor oda teleportálunk. Teleport. Marker. Oké, körbe csinálunk időt. Old Becker, oké. Clock Power, ne legyen este. Na. Itt ezek a kis genyók mászkálnak megint. Itt van Pikachu. Pika, Pika. Ez az, megvan Pikachu. Ez tudom, hatalmas. Zseniális. Zseniális, gyerekek. Franco. Hova menjünk el? Most olyan kíváncsi vagyok, hogy hol lehet még jó Pokémon. Akkor milyen Pokémonok vannak? Nem tudom. A listát nem találtam. Hova menjünk? Várjál, van egy Pokémon. Oh, ott a kavicsos. Teleport. Ott van a military base-en, van-e valami érdekes poke. Pokémon. Pikachu. Simák. Hol teleportálnak emlékszem. Bár ezek NPC-k, lehet a városba kéne mennem. Hatalmas komolyan. Ó, itt vannak. Ezek a kocsák, meg mit tudom én. Ezek tuti NPC-k, a városba kell mennünk, gyerekek. Várjál, Pokestopokat fölveszem.
kell a labda. Oké. Itt is van egy bente. Zseniális, zseniális. Nem tudok más mondani, érdemes a lejátszani komolyan. Itt van bent egy stop, így. Oké. Van 8 darab labdánk. Meg itt van még egy harmadik. Szóval srácok, aki GTA-ba vinne egy kis újdonságot, Pokémon szeretne vadászni, mondom úgy, mint úgy olvastam volna 85 darab, de lehet, hogy 15 darab Pokémon van. Ezt most nem tudom nektek megmondani, pontosan. De minden esetre, ha be akarjátok fogni mindet, 24 volt itt menübe, jól látom. Pokédex Collection, 21 Pokémon van. 21 féle. De hát nyilván majd változik. 2-6 félét találtam meg eddig a 21-ből. Szóval még bőven van. Pikachu, Pacha megvan. Charmander szerintem megvan. Ilyen nem tudom van-e. Van 2-s Pacha is megvan. Charmander is megvan. Szóval ja, meg a Mewtwo, az tök jó. Mondom ez lehet a rare. Na elmegyünk a városba. Hopp, de a városba biztos lesz valami jó. Be a város közepéhez. Mondjuk úgy ide, kb. Player, teleport, marker. Oké. Na szóval srácok, aki Pokémont akar vadászni és bejárni a GTA világot, hajrá! Linkek a leírásban lesznek. És ki tudjátok próbálni, ő nem egyszerű berakni, tehát megszenvedtem vele én is. Úgyhogy már nagyjából tudom, mit kell csinálni. De az érdekel megéri. Na hát itt nem nagyon van semmi. Belváros felé kéne venni az irányt. Autószaving. Pokestopok rendesen vannak, úgy látom. Hát lehet, hogy ilyen ritkább pokémonokat nem lesz egyszerű megtalálni. Az mi a szarott? Az a kupac. Charmander az van szarásig. Ja, az játékban izét tudsz, hallod? Megáll az ész. A tojást nem kelt még ki. Hoppá, F5. Szóval mindjárt meg lesz, szóval gondolom kiírja, hogy mi lett belőle. Na, bemegyünk a városba. Pokémon hegyek. Hihetetlen, hogy ráütették a izére. A GTA-ra. Ez még ha fejlődik, gyerekek, és tényleg mindenfajta Pokémon belegatnak. Zseniális. Egyelőre itt ugyanolyanokat látok. Igazság szerint be kéne autókázni az egész parcot. Én most csak azért megyek gyalog, hogy ugye teljen az a 2 kilométer. Úgy tudom, az autóban nem telik. Úgy látom, a városban csak a normálok vannak. Legalábbis eddig mással nem nagyon találkoztunk. De jó van, megvett már. Van 10 labdán. Megvan a 2 kilométer. Nem tudom, hogy ez működik, ez inkubátor cucc. Charmander lett belőle. Ugye a nagyobb tojásból gondolom több, csak ehhez 10 kilométert kell gyalogolni. Szóval király. Ja, még amit nem üzéltünk, hogy ilyen kicsit belső nézetes téma. Gyere haver, ha már itt vagytok, befoglak titeket.
Azaz, téged is. Ja, és beállítottam. Az is megvan. Ez is. Elég mellé is dobni, látom. Na jó, az mellé nem. Hello! Nézd meg, mennyit elpazarlok. Nézd meg, ez szopat. Azt a elfogyott a labdám. Az konkrét. Na jó van, srácok. Most jönne egy ritka, sokkal kapnék. Na srácok, köszönöm a figyelmet. Ez lett volna a GTA Go, vagy Pokémon Go GTA Mod videó. Remélem, hogy tetszett. Elég jól elszórakoztam, hogy látjátok. És ha van kedvetek, próbáljátok ki. Borok a leírásban. Köszi a figyelmet, ha tetszett, srácok, egy lájkot nyomjatok. Ha esetleg megmutatnátok a barátaitoknak, akkor osszátok meg ezt a videót. És hajrá, vadászatok Pokémonra! Na, sziasztok!